2016-tól megalakították az egységes központot, amely a családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot egyesítette. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ szakmai éves tanácskozásra hívta össze partnereit. Céljuk, hogy a jelzőrendszer jelzéseit, tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeljék az elmúlt év működését. Az eseményre meghívottak között oktatási nevelési intézményvezetők, egészségügyi szakemberek, valamint a szociális területen dolgozók is voltak. A jelzések általában az ő szakterületükhöz érkezik. Ilyenek például a családon belüli és nevelési problémák, valamint a nagyon magas óvodai és iskolai igazolatlan hiányzások. A központunk a tavalyi évben több mint 8000 személlyel tartotta a kapcsolatot, ebből a veszélyeztetett kiskorúak száma 1407 fő. Ez a nyíregyházi járás területére vonatkozik ez a számadat, és azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert mind a jelzőrendszer tagjaitól érkezett. Nagyon fontos azt is hangsúlyoznom, hogy a tavaly bevezetésre került óvodai, iskolai, szociális segítő szolgáltatásunk nagyon hatékonynak bizonyul, hiszen az innen érkezett jelzéseknek egy jelentős része kezelhető alapellátás keretében, és nem kerül sor a hatóságnak a bevonására. Hosszú távon is ez a célunk és ez a feladatunk. Jászai Mennyhért alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, Nyíregyháza számára nagyon fontos a gyermekek védelme, életkörülményeik javítása, ezért az elmúlt esztendőben sok erőfeszítést tettek ennek érdekében az állammal karöltve. Az önkormányzatnak nagyon sok eszköz van a kezében, hogy a család és gyermekjóléti feladatokat segítse, maga a jelzőrendszeri szolgáltatót működtesse. Ez kötelező önkormányzati feladat. Két intézményt tartunk fent. A gyermekjóléti alapellátási intézmény alapvetően bölcsőde, családok átmeneti otthona, a gyermekek átmeneti otthona. Átmenetileg krízis helyzetbe került családoknak tudunk segíteni, illetve a napközbeni szociális ellátást biztosítjuk a bölcsődéken keresztül. Ennek az intézményrendszerek a másik lába pedig a Család és Gyermekjóléti Központunk, aki működteti a jelzőrendszeres szolgáltatást, és az ő feladatuk az, hogy a családokat segítsék, és ha valahol veszélyeztetett gyermeket látnak, akkor prevenciós jelleggel beavatkozzanak. A szakmai tanácskozáson értékelték a tavaly szeptemberben indított iskolai és óvodai szociális segítők tevékenységét, munkáját. A szakemberek a nyíregyházi járás valamennyi oktatási nevelési intézményében jelen vannak, és elsődleges feladatuk a prevenció, hiszen a pedagógus, a szülő és a gyerek által jelzett problémákat frissen tudják kezelni.